Országszerte több mint 10 000-en vesznek részt egészségtudományi képzésben. Közülük az ápoló, mentőtiszt, védőnő, dietetikus, gyógytornász-fizioterapeuta, népegészségügyi ellenőr, dentálhigiénikus, egészségügyi szervező, valamint orvosi diagnosztikai analitikus hallgatóknak nyújt anyagi segítséget az Állami Egészségügyi Ellátóközpont január közepén nyílt pályázata. Erre azok a nappali vagy levelező szakon tanulók nyújthatják be igényüket március 18-áig, akik legalább az első fél évüket sikeresen befejezték. Ők nyertes pályázat esetén visszamenőleg a teljes tanévre megkapják az összesen 640 000 forintos ösztöndíjat. Tulajdonképpen a kormány célja ezzel az ösztöndíjjal az, hogy a hiány szakmákban próbálja pótolni a utánpótlást, és elsősorban ugye azokat a területeket emelte ki prioritási sorrendjében, amelyekben a legnagyobb a hiány, így az ápoló, védőnő és mentőtiszt képzéseket. A pályázóknak nyertes ösztöndíj esetén azt kell vállalniuk, hogy a tanulmányuk befejezését követő 5 éven belül legalább 2 évig magyarországi közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál dolgoznak a megszerzett szakképzettségnek megfelelően. Az ösztöndíj közel 1,5 milliárd forintos keretösszegéből mintegy 2300 hallgatót tudnak támogatni. Mindenképpen arra számítunk, hogy fogja ösztönözni az ide jelentkező hallgatókat, illetve hát nagyobb lesz az érdeklődés a egészségügyi szakok iránt. Itt azt tudom elmondani, hogy az ápoló, mind a védőnő szakon, a nappali tagozaton kb. 30, ápoló szakon, levelező tagozaton viszont egy 60-as évfolyamokkal megyünk, tehát az népszerű. Ugye a mentőtiszt szak az évek óta népszerű, az is nappali és levelező tagozaton is folyik. A nappali tagozaton egy 50 fős évfolyam, 50-60 fős évfolyamokkal megyünk, illetve levelező tagozaton is egy 30 fő tanul. Sárvári Attila azt is elmondta, az egészségügyi szakokra járók hivatásuknak is tekintik a választott pályájukat, ezért kisebb a lemorzsolódás és a pálya elhagyás. Utóbbit legtöbbször az alacsony kereset okozza, amit az elmúlt években béremelésekkel próbál kompenzálni a kormány. A Debreceni Egyetem egészségügyi karára a többi felsőoktatási intézményhez hasonlóan február 15-ig lehet jelentkezni.